Befejeződött az idei 27. országos ifjúsági honismereti akadémia és tábor Bonyhádon. A Honismereti Szövetség a Tolnamegyei Egyedantal Egyesülettel együttműködve augusztus 14 és 18 között rendezte meg eme jeles eseményt a Völcsék szívében. A város először szolgált helyszínéül a nívós eseménynek. Ez a Kárpát-medence legnagyobb helytörténeti találkozója, amelyre mintegy 100 résztvevő érkezett az ország minden részéről, de a határon túli közösségekből is. Az ide sereglő diákoknak a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium szolgált bázisaként. Egész úton hazafelé, azon gondolkodám. A gimnázium a nyitó napon verssel és zenés előadásokkal kedveskedett az ideérkezőknek. Az ünnepélyes megnyitón kiemelték, hogy a Honismereti Szövetség létfontosságú munkát végez a nemzet fennmaradása érdekében, jelentős értékmentő feladatot lát el, illetve hogy a magyar nemzet csak akkor ismerhető meg igazán, ha a saját helyi kultúránknak és értékeinknek a birtokában vagyunk. Köszöntöm a diákokat, akik eljöttek és felkészültek. Debreceni Dropán Béla, az Országos Honismereti Szövetség elnöke beszédében emlékeztetett, hogy az eltelt fél évszázad alatt kiadványok, konferenciák, események sokaságát hozták létre, és mindez jótékony hatással volt a magyar nemzet életére. Az akadémia témája idén a regélő szülőföld volt. Az ötnapos eseménysorozat során népmondákkal, néprajzzal foglalkozó szakemberek előadásaival, műhely foglalkozásaival színesítették a programokat, illetve a magyar népmondák témakörének sokszínűségét járták körül a résztvevők. Én azt gondolom, hogy ebben a 4-5 napban megpróbáljuk a hagyományokat is megtartani. Azért a konferenciának vannak hagyományai. Ilyen hagyomány például, hogy a gyerekek készülnek, korreferátumok, úgynevezett korreferátumokat tartanak. Ez azt jelenti, hogy egy pályázatot írtunk ki a gyerekeknek, ezáltal juthattak be a legjobb tanulók, a legjobb pályázatírók, és a pályázatnak a témája az volt, hogy regélő szülőföld. A területeken levő népmondákról, legendákról írhattak, de akár dűlő történeteket is megfogalmazhattak. 10-15 perces előadásokkal készültek a diákok, sőt ezt nagyon sokszor még vördős írásos formában is megalkották. A 7 és 12 évfolyamos diákoknak a mondák, mesék, legendák témakörben végzett kutatási területről szóló kis előadással kell készülni, szülőhelyükről vagy a szűkebb környezetükben keletkezett vagy ismert babonákból. Gesztes Jenikő hozzátette, hogy a honismeret hagyományainak megtartása mellett kiemelt fontosságúvá vált a modernizáció szerepe is. Emellett azonban, ahogy ezt kérdezte is, úgynevezett műhelymunkákat szoktunk mostanában bevezetni, amely műhelymunkákban ezeket a témákat dolgozzuk föl különböző formában. Ilyen 10 perces blokkokban fognak holnap este a gyerekek dolgozni. Ott van, aki bevonja őket, van, aki inkább előadásszerűen, hogy kell kutatni, mit jelent ez, hogy kell földolgozni, ők maguk milyen legendákat ismernek. Kiírtunk ezen kívül egy úgynevezett tanulói portfóliót, amely azt jelenti, hogy a gyerekek egy blogban fognak alkotni, és ezeket az alkotásaikat, amiket teljesen maguk csinálhatnak meg, ami eszükbe jut erről az egész programról, akár az előadásokról, akár a kirándulásokról, azokat bemutathatják, akár mémeket készíthetnek, Facebook oldalt, különböző játékokat alkothatnak, papírbolvákatnak, netes formában készíthetik el, tehát szabad a fantáziájuk, és ezt én nagyon fontosnak tartom. Elindulunk a modern tanítási módszerekkel, és ezek a táborban megjelennek. Egy nagyon-nagyon szép tábornak nézünk elébe. Én akkor gondoltam, hogy nagyon sokat szeretnék ezért megtenni, és nagy összefogással tudtuk az idén ezt a tábort országos pályázatok hiányában megoldani, rengeteg vállalkozó, 32 vállalkozó segítő segítségével.
mert azt gondolom, hogy azt hallottam, és azt is gondolom, és tudom, hogy jó néhány gyereknek ez az egyetlen nyaralási lehetősége, amit itt fog megélni. És ezt nekünk ki kell használni, ezt az időt. A referátumok, műhelymunkák mellett a néptánccal, a helyi néptánccal fognak megismerkedni Szabadi Mihály elnökségi tagunknak a vezetésével, Siklós Krisztián a növendékeit fogja elhozni, illetve néptánc együttes is, a decsiek fognak érkezni holnap, Gyöngyös Bokréta hagyományőrző egyesület, illetve Kovács Gábor ének és muzsikus művész is elő fog adni, illetve az egyesületünkből Bognár Cecil Gyula szintén népdaltanulást fog a gyerekekkel, hogy úgy mondjam, végezni,